Tamás Vilmos festőművésznek a kiállítás megnyitójára készülünk. Október 17-én nyílik a Boda galériába itt a Bartók Béla úton. Kovács Tamás Vilmos festészete rendkívül érdekes és elgondolkodtató. Ez intellektuális festészetnek mondhatjuk ezt. A hagyománya vagy a gyökere az körülbelül olyan 100 évre nyúlik vissza, amikor a metafizikus festészet, amit Kirikó talált ki, a szürrealizmusnak ez a érdekes irányzatának egyik képviselője. Ennek a nyomdokain halad Kovács Tamás Vilmos, amelynek az a központi magja, hogy az ember, mint az egyén, az nem úgy szerepel a műveken, hogy mint egy individuum, hanem az emberiségnek a megtestesítője, a képviselője. Ha körültekintünk az alkotásoknál, látjuk azt a fajta színkontrasztot, azt a komplementer kontrasztot, amivel a legutóbbi években Kovács Tamás Vilmos dolgozik. Az ibolya és a sárga vibráló hatása, ez egy olyan komplementer színpár, ami már az impressionizmustól kezdve a színelméleteknek a avantgárd kibontakozásáig egy központi téma, hogy mik azok az érzelmi faktorok, amiket a színeknek a különböző egymás mellé helyezésével ki tud fejezni az alkotó. Egy másik jelentősége az ő festészeti gondolkodásának, hogy megpróbál kilépni a harmadik dimenzióba. És ez több művén szembetűnő, hogy fafaragványokkal, kisebb bábú figurákkal, mintákkal, legtöbb esetben az emberi arcnak vagy az emberi figurának, formának egy lecsupaszított, mindenféleképpen egyéniségét vesztett, ezáltal ugye egy univerzális tartalommal megtölthető alakváltozatait teszi föl a képre. Tehát lényegében majdhogy nem relief munkákról is beszélhetünk több esetben, hogy a síkból a harmadik dimenzióba kitüremkednek azok a részei a festményeknek, amelyek valamilyen szimbolikus tartalommal rendelkeznek. Tehát nagyon sok esetben maga az emberi arc, vagy a fej, a koponya, egy kapu motívum, a kéz, ezek azok, amik fából megfaragva a relief hatást tudják erősíteni, és ezek azok a szimbólumok, amelyek a nézőben a tudatalatti felidézésével olyan üzeneteket tudnak hordozni, amit már a festő a piktúrának azzal a nyelvével, amit lehetővé tesz a vászon, vagy a farost, és rajta az olaj, vagy az akril, ezt egy kicsit fokozni tudja. A kiállítás időtartalma alatt, ami október végéig látható, elgondolkozhat a néző azon is, hogy esetleg lakásában tovább akar-e élni ezekkel a műalkotásokkal, azt az esztétikai tartalmat, amit a szemével vizuális módon tud élvezni, azt tovább akarja vinni egy intellektuális síkon, ehhez pedig nagyszerű alkalmat kínál a Boda Galéria, ahonnan meg is lehet vásárolni ezeket az alkotásokat.